A tárlat a nagy közönség által kevéssé ismert múzeumi tevékenység a gyűjtemény gyarapítás eredményeit tárja az érdeklődők elé. A 2010 és 13 közötti időszak során a régészeti feltárások és a rendszeres, tudatos gyűjteményépítés során begyűjtött tárgyakkal most találkozhatnak először a látogatók. Több múzeum is próbálta az új szerzeményeit bemutatni, de a Tatabányai Múzeum történetében azért ez egy elég ritka eset, mióta én itt dolgozom. A megyei múzeumoknál az ott az első, úgy tudom. Itt az alapelv az volt, hogy a munkáknak azt a részét, ami valóban a nagy közönség előtt kiállítás nélkül egyszerűen megfoghatatlan, tehát maga a gyűjteményi munka, hogy azt mutassuk be. Ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy 3 évig be volt zárva a központi épület a felújítás miatt, de ez alatt a 3 év alatt is van jelentős gyarapodás, és a régészeti anyag esetében pedig olyan minőségi változás a restaurálás miatt történt, hogy úgy gondoltuk, hogy feltétlenül itt az ideje, hogy ezt is megmutassuk, hogy mi történt ez alatt a 3 év alatt, amíg nem itt, hanem egy másik helyen székeltünk. Minden tárgy egy kicsit segít megérteni azt, hogy milyen is volt Tatabánya egykor, és hogyan fejlődött olyan városra, mint amilyen ma. És hogyan éltek az emberek 10, 20 vagy akár 100 évvel ezelőtt itt a városban, hogyan dolgoztak, hogyan végezték azt a szakmát, amit hivatásuknak tartottak. Legyen szó bányászatról, vagy akár más szakmákról, akár egy cipészről, akár egy robbantómesterről, mindegyiknek az életébe egy kis bepillantást nyerünk egy-egy kiállítással, és ezért fontos az, hogy vannak olyan emberek, tatabányaiak, akik fontosnak tartják, hogy azokat a tárgyakat, amihez nekik ugyan van nagyon sok személyes emlékük, de mégis azt szeretnék, hogy mások is megismerjék ezen keresztül a város történelmét, ezzel megajándékozzák a múzeumot. Természetesen a múzeum a maga keretei között igyekszik bővíteni a gyűjteményt, akár ásatásokkal, de azért nem minden évben van példa, vagy pedig vásárlásokkal, hogy minél színesebb legyen ez a gyűjtemény. Egy ilyen vásárlás volt az elmúlt években, amikor a képesebb gyűjteményt bővítették, most már a Tatabányai Múzeumnak van a legnagyobb képesebb gyűjteménye, összesen 800 képeslapja van az egykori előtelepülésekről, úgy, hogy szépen lassan mutatják ezek a képeslapok, hogy hogyan vált a 4 település szépen lassan egy várossá. A kiállítás 2014. április 6-áig látható.